felhőtlen szórakozás. Így. Azt láttam, hogy a színházak alapvetően sűrűn előveszik a Fedót, mert bomba biztos siker. Hogy felpörögnek az események, helyzetkomikum van, bajba kerülnek az emberek, mindenki rohan a problémája után, nagyon izgalmasak a karakterek, átélhetőek a szituációk, és a nézőnek ismerősek ezek a végülis hétköznapi emberek. Az, hogy hogy kezdődik, én egy vezérigazgató elnök vagyok, biztosítási társaságnál kisebb-nagyobb gondjai vannak ennek az elnöknek. A második felvonásban meg egy őrült fordulatot vesz a történet, meg az én figurám, meg az én jelenlétem az előadásban, az meg legyen meglepetés. Caramba, hija de la perra que te parió. Lucia, ni está la bien. ¡Que ya será mi trama! ¡Nada! ¡Ne te dirte papirra! ¡Nada! ¡A la hija de irta! ¡A tu ya luz ir minden nő! Nem vitatíva! Látom azt! A Camille Sandebistom, ami ebben a darabban az egyik legizgalmasabb karakter, azt itt a Sipos Laci játsza. Ez egy farkastorkú, tulajdonképpen egy beszédhibás fiú, azért ennyit elárulhatok, mert az elég hamar ki fog derülni belőle. És ennek kapcsán rettenetesen sok helyzetkomikum történik vele. Ebben a történetben én az orvost játszom, aki épp hozza a gyógymódot ennek a beszédhibás fiúnak az életében, próbál megoldást találni, hogy ez a betegség ez eltűnjön, és hát nagyon sok izgalmas dolog történik. De ezen kívül is nagyon sok izgalmas dolog történik. Ahogy Béres Attila rendezőnk megfogalmazta, ebben a darabban nincs rossz szerep, és tulajdonképpen ez bár közhelynek tűnik, ugye szeretjük ezt mondani, hogy nincs rossz szerep, csak meg kell ugye mindig találni hozzá a jó színészt, vagy az igazságát. De ezzel egyébként egyetértek, mert tényleg ebben a kisebb karakterek is nagyon, nagyon jók. És igyekeztük úgy megcsinálni, hogy ezek ki is derüljenek. Az én karakteremnek az a problémája, hogy a férjével valahogy nem működik a házas élet, és emiatt azt hiszi, vagy belelovalja magát, hogy biztos azért nem működik, mert a férje megcsalja. És azért csapdát állít a férjének. Nem akarok nagyon sok titkot elárulni, mert ugye a bohózat a meglepetés erejével hat, de azért annyit elmondok, hogy egy disztingvált jellegű butik hotelnek vagyok a tulajdonosa, Bálint Évivel, ő játssza a feleségemet, és itt a vendégek különböző kalamajkába keverednek, és nem nagyon segítünk nekik ebből kimászni. Azt hiszem van 1, 2, 3, 4 ajtó, így van, 4 ajtó, és nagyon fontos az, hogy ajtó nyit, csuk. Tehát, hogy ez a Fedónál ez így muszáj, hogy így legyen, mert különben nem lesz meg a ritmusa az előadásnak. Tehát, hogy itt például a mai próbán a fiatal kollégákat én kértem, hogy erre figyeljünk, mert nem tud elindulni egy jelenet, hogyha nem pontosan csukódik be. Két szereplő kimegy két különböző ponton, annak egyszerre kell csukódnia, mert az adja meg az első, hogy mondjam, felütését, kezdő hangját a következő jelenetnek, hogyha zűrzavar van, akkor olyan nem, tehát hogy ez egy patika mérlegen kimért, óramű pontosságú cucc, ahol nincs mese, tehát hogy úgy ügyesnek kell lenni, tehát hogyha van nálad kellék, meg nem tudom, akkor azt úgy kell megfogni, előre kell tudni, hogy melyik kezemmel nyitom, és magam mögött hogy csukom be. Ami igazából technika, de ha ez mind megvan, akkor meg rettenetesen élvezetes, mert olyan elsöprő tempója van, hogy a néző levegőt nem kap, és remélhetőleg nem is hagyjuk majd levegőhöz jutni, hogy aztán már csak a kirobbanó röhögés legyen a lehetősége, más ne legyen, meg az, hogy esetleg két kézzel csapkodja majd a tértét röhögtében. Szoktam találkozni olyan nézővel, akik úgy mondják, hogy annyi szomorúság, keserűség van a világban, meg rossz van a világban, hogy ő nem akar még a színházba is azért eljönni, hogy itt is ezt látja, hogy szomorú darab, szomorú történetek, rossz, tehát hogy ő a munka után szeretne kikapcsolódni, nevetni, szórakozni,
Na, hát akkor most van egy jó hírem, hogy ez azért íródott ez a darab, azért rendezte így a rendező, azért játsszuk mi így, mert itt akkor most szeretnénk a közönséget szórakoztatni, úgyhogy szeretettel várjuk őket.